A vajdasági születésű költő gyermekeknek és felnőtteknek is írt verset. Gyermekeknek szánt köteteit szívesen forgatják a felnőttek is. A felnőttek nem isznak kakaót. Viszont, hogy azt gondoljuk, hogy nem isznak kakaót és bort isznak, de azért nagyon jó kakaót is inni. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy a felnőttek elvileg nem olvasnak mesét, mint ahogy nem isznak kakaót, de azért a felnőtteknek is jár a kakaó és a mese is. Kollár Árpád 5 gyermek édesapja. Gyermekeinek szívesen olvas mindenféle könyvet, ugyanis szerinte csak úgy lehet megszerettetni a gyerekekkel az irodalmat, ha együtt olvasunk. Mi mindenevők vagyunk, és a Spár pénztáránál kapható olcsó kis füzettől kezdve a tényleg nagyon jó és szuper gyerekirodalomig mindent olvasunk. Én legszívesebben gyerekverseket olvasnék nekik, mert engem az érdekel, de azt azért nehezebb lenyomni a torkukon. A költő az ihletet többnyire saját tapasztalásaiból szerzi, de szívesen veszi alapul szülőhazáját is és annak történeteit is. Szívesen jövök haza, illetve hát a legutóbbi kötetünket, amit ugye Dániel Andrással és Csepregi Jánossal közösen írtunk, ez a Nyuca bestiárium, ez egy palicsi legendát dolgoz föl, ugye a palicsi állatkert nyucáit, úgyhogy most ezeket a könyveket is hazahoztam. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretek hazajönni, és nagyon örülök neki, hogy itt vagyok. A költő műveit több nyelvre is lefordították. A Milyen madár című verses kötete felkerült a gyermekkönyvek nemzetközi tanácsának dicsőség listájára, aminek köszönhetően a világ legjobb mesekönyvei közé került. Az irodalmi este a Magyar Szép Próza Napja program sorozat keretében valósult meg.